és boldogan éltek. 13. rész, sziasztok, 13-as. Itt vagyunk ismét dr. Kádár Anna Máriával. Ez a 13-as szám azért egy kicsit megborzongatja az embert, nem? Te hiszel egyébként ebben, Anna? Szia! Szia! Tudod, kiről olvastam? Amúgy van egy ilyen fóbia, most már nem tudom, hogy mi a neve, de Stephen Kingnek van egy ilyen fóbiája, így a Carrie kapcsán, amikor utána olvastam. 13-as fóbia? A 13-as, igen, de mindjárt elő is keresem. Jé! Itt van. Nekem egyébként 13-án született a kislányom, szóval nálam azóta kicsit így átfordult ez a dolog, meg az első lakásunk az 13-as számú lakás volt a párommal. Igen? Igen, ugye ezek így segítettek kicsit ezt a 13-as fóbiát legyőzni, úgyhogy nagy elvárásokkal fordulok a 13. adásunk felé. Közben megtudtuk, hogy Stephen King miért fér tőle? Igen. Amitől betegesen fél, nem más, mint a 13-as szám, és amikor ír, soha nem áll meg a 13-as oldalnál, és sosem ír egy napkereken 13 oldalt. Az olvasás szintén nem hagyja abba a 13-as oldalon, vagy olyan résznél, ahol az oldalszámok számjegyének összege 13-as. 13-án, különösen péntek 13-án nem ül repülőre, de legszívesebben ki sem mozdul otthonról. A házuk hátsó lépcsője 13 lépcsőfokból áll, ezért az utolsó előttét mindig átlépi, hogy ezáltal csak 12 lépést tegyen meg. Na, mit szólsz hozzá? Azért azt vágjuk, hogy a horror koronázatlan királyáról beszélünk, aki gyilkos bohócokról, érted, gyilkos autóktól, nem tudom mikről írsz a 600 oldalakat, és fél a 13-as számtól. Azért van ennek egy pervers bája, ismerd be? Ja, hát az ő életéről szerintem még egy külön epizódot is lehetne. Most, hogy van egy ilyen csoportunk, az anya olvas és könyvet kölcsönöz, és a Carrie-t olvastuk végig, az volt a hónap könyve, és én utána néztem a Stephen King életének, hát hihetetlen. Úgyhogy szerintem majd egyszer róla is beszélhetünk. Majd, hogyha egynél több könyvet olvastam tőle. Egyébként hatalmas kultfigurája a 20. századnak, az biztos. Meg egy másik, akkor legyen ilyen keresztbe kapcsolás, nem akarok beleszólni csajoknak, indult egy vlogjuk a YouTube-on, és ők például tök érdekesek, ők meg arról beszélgettek, hogy ki milyen sorozatokat néz. Ugye mi célzottan a tini sorozatokat vettük egy dupla epizódunk során így górcső alá, de belegondoltam, hogy tök jó lenne, hogyha egyszer egy ilyet is kibeszélnénk, hogy milyen sorozatokat néztünk, mi alapján válogatunk, melyik sorozatban érvényesülnek a legjobban ezek a bizonyos többet akarok belőle hatások, meg hasonlók, mert hogy szerintem ez egyébként egy tök sokakat érintő téma, vagy tök sokakat érdeklő téma, mert hogy biztos, hogy benne, hogy rengetegen fogyasztanak a hallgatók közül is sorozatokat. Igen. Úgyhogy nagyon jó ötlet. Úgyhogy fölkerült a listára, viszont, ahogy az előző részben említettük, úgynevezett kommunikációs tipológiáról fogunk beszélgetni most, amire azt mondtad, hogy ez inkább egy ilyen, hogy mondtad, nem... Szociális stílusnak nevezik a szerzők. Tehát nem személyiség tipológia, ez a lényeg. Nem személyiség tipológiának. Így van, hogy meg is fogom kérdezni, mi a különbség a kettő között. Tehát ez lesz a témánk. Szociális stílusokon alapuló nevelés és hatékonyabb kommunikáció, nem csak gyerek és felnőtt között is. Mert ugye, ha megismerjük ezeket a típusokat, amikről beszélni fogunk, az nem csak mondjuk egy gyermekkel való kommunikációt könnyítnek, hanem nagyon sokszor két felnőttnek a két felnőttben lévő gyermek közötti kommunikációját is megkönnyít. Igaz, hogy kicsit visszautaljunk az előző adásunkra is, de hogy miért fontos ezeket a típusokat megismerni? Erre egyébként a Mesepszichológia gyakorlatban könyvnek gyakorlatilag az utolsó soraiban találtam egy tök jó gondolatébresztőt, amit Rasburg tanár úrtól idéztetek, és ez úgy hangzik, hogy azt soha nem tudtam elérni, hogyha elültettem egy hamis ciprust, abból tuja legyen. Az teljesen lehetetlen, mert ő hamis ciprus akar lenni, ő hamis ciprusnak készült, nem lehet más. Abban az esetben, ha kellőképpen gondozom és szeretem, mert én hiszek benne, hogy azt a növény is érzi, ha megfelelő tápanyagot adok neki és gondoskodom mindenről, ami szükséges, akkor gyönyörűséges növény lesz belőle. Ha nem, akkor nyomorult növény, de ugyanaz a fajta másik nem lehet. Az a mélységes meggyőződésem, hogy az ember gyerekénél pontosan ugyanez a helyzet, ha érteni akarom őt, akkor az első dolog, hogy megértsem, tujának vagy hamis ciprusnak születette. És nekem ez ilyen tök jó gondolatébresztő volt ehhez a kommunikációs tipológiához, mert hogy? Mert hogy ez már a gyerekeken is látszik, amúgy már óvodás korból észrevehetett, hogy ki melyik típus, úgyhogy akár bele is vághatunk a példák kapcsán, hogy honnan is tudom felfedezni a négy típust, mert hogy Meryl és Reid ezt a négy típust írja le, persze a világ azért jóval tágabb, mint az embereket, ugye négy kategóriába besoroljuk, sőt azt is mondják, hogy mind a négy kombinálódhat mind a négyel, tehát van 16 altípus. Erre van is egy teszt, amit felnőttekkel én a tréningeken ki szoktam töltetni, és akkor mindenki be tudja magát a
16 alkategória egyikében sorolni, meg tudjuk nézni, hogy egy csoport dinamikában ezek hogy működnek, teljesen más típusú konfliktusok, nehézségek vannak az ilyen domináns promoter típusoknál, vagy az elemző típusnál, vagy a kontrollereknél, vagy a szupportereknél, fenntartóknál. Ennek lehet az angol megnevezéseit is használni, ez a promoter, controller, supporter, analyzer, vagy a fordítás, hogy ez a promováló, a kontrolláló, a fenntartó, illetve az elemző típus. Na és akkor nézzünk mind a 4-1-es sarkított példát, akár gyerekkorban, és akár, hogyha már említettem az óvodáskort, a beszoktatásnak a kérdésköre. A promoter gyerek az, aki... hát, hogy egyből beszokik, beviszed az óvodába, beszokott, annál inkább semmit nem kell csinálni vele. Ennyi. És ő az, aki már az első nap ugye átmegy a másik csoportba, már beszélget az igazgatónénivel, de hogyha nem csuktad be az ablakot, akkor vigyázni kell, mert ő az, aki bármilyen rést megtalál, és bármilyen zárat kinyit. Ez az örök ilyen, hát ilyen bajkeverő gyereknek is nevezik. Mindig van egy ötlete, hogy akkor mit lehetne csinálni, hogy akkor hogyan lehetne világgá menni, és akkor mit tudom én, székekből hogyan lehetne építeni egy nagy tornyot, és annak a tetéről leugrani, meg stb. Stb. Na, úgyhogy ez a promováló gyerek, akinek egyáltalán nincs gondja a beilleszkedéssel, a kommunikációval, ő felnőttként is áll egy buszmegállóban, és a következő 5 percben már tudja, hogy mennyi a mellette elővéni nyugdíja, hova ment, hány unokája van, tehát hogy egyből olyan, mint hogyha 100 000 éve ismernétek egymást. Ezek persze sarkított példák. Aha, de rádöbbentettél, hogy a gyerekem ilyen. Tehát mindannyian valaminek a kombinációi vagyunk, mert persze van tiszta promováló-promováló típus, ugye ez mikor két a kategória, de gyakran a promováló kombinálódik az elemzővel, tehát van alsajátosságunk is, és akkor ez árnyalja a képet. Na, de menjünk tovább az elemzőre. Az elemző, hát ő az, aki mire lejár az óvi, pont beszokik. Tehát ő lejár a 3 év, és akkor mire már menne iskolába, pont megszokta az óvét. Tehát ő az, akit hát én hányszor látom ezt a jelenetet az óvodában, hogy a promováló anyuka tolja befele az elemző gyereket, és akkor mondja, hogy mennyi pistike, nézd meg, mennyi gyerek, mennyi játék, mennyi jó ötlet, milyen jó lesz neked itt. És akkor szegény pistike, mint a jégkorszakban a motkány, fogja így a kezében a makot, és nem akar menni sehova, nem akar barátkozni senkivel, és amúgy is mindenki kihagyja békén, mert neki nagyon-nagyon sok idő kell, ameddig ő kilép a saját komfortzónájából, ameddig megszokja ott a különböző dolgokat, és ő lesz amúgy is az a gyerek, aki sokszor játszik a legóval csendbe a sarokba, és neki nehéz ezt a kapcsolatot megteremteni, mindig is nehéz lesz. Felnőttként is az, hogy álljon egy színpadon, és egy mikrofon van a kezébe, hát ez a rémálmai egyike. A promoternek a kezébe meg nem lehet kiszedni a mikrofon, mert az állandóan beszélni akar, sőt, konferenciákon, hogyha elkapsz egy ilyen promotert, mindig ugye, hát ez a halálom amúgy. Elmegyünk egy konferenciára, és akkor mondják 40 perc a szekció. Vagyunk 3-an, tehát mit tudom én, 12 perc, és akkor még 4 perc marad a megbeszélésre. Uh-huh. És akkor feláll az első promóter, és beszél, és tartból 50-et. És jaj, hát így eltelt az idő, hát ő nem is vette észre. Na, szegény elemző, az biztos 4 perc alatt befejezne mondani valóját, mert agyon aggódna ezeket a helyzeteket. Na most itt jön ugye az óvodai szerepeltetés kérdésköre, zárójel, aztán majd ezekre is visszatérünk, csak mondjam el egyszer ezt a 4 típust. A kontroller, úgy ismerheted meg a kontrollert, hogy áll az óvodai csoport közepén, és mondja, te hófehérke vagy, egyik törpe, másik törpe, ide állsz, oda állsz, tehát ő startból leszervez mindent, sőt, van is egy ilyen jó példám, hogy az egyik barátnőmnek a kisfélyen kontroller típus, és kicserélték az egyik óvonéniét, jött helyette egy másik óvonéni, az nem tetszett neki, odaállt, és azt mondta, ha én lennék az óvodavezető, te holnaptól nem dolgoznál itt. Tehát ilyen kedveseket tud mondani a kontroller gyerek. Tehát Isten, ő az a beszólogatos, de hogy ez nevetünk, de ez ilyen 65 évig sem változik. ez nekünk baromi vicces, igen, igen. A szülei helyében azért nem vennék annyira, ez nekünk marha vicces. De hogy ugyanilyen marad a kontroller nagyapa is, aki mondjuk az átszellemült karácsonyi vacsoránál, ahol háttérből hallatszik a mennyből az angyal, és mindenki úgyhogy bekerül abba a hangulatba, akkor a kontroller nagyapa elmondja, ez a töltött káposzta úgy szar, ahogy van. Vagy a tavaly jobban sikerült, vagy mit tudom én. Jaj! Kedvenc sztorim tőled, azt szerintem az első előadásodon hallottam, amikor ezt a tipológiákról beszéltél,
az anyuka a medencénél a gyerekei. Mondtad, hogy ilyen tipikus, azt mondtad, hogy strandon voltatok, és mondtad, hogy bánod, hogy nem volt nálad jegyzetfüzeted, mert legszívesebben irkáltad volna, amit hallottál, és erre a példára egészen konkrétan emlékszem, hogy anyuka a medencében mellettek is promótál gyerek, ugrál be, lubickol minden, és egy anyuka ilyen elnézést, ilyen segükre húzott szájjal, tudod, így nézd, hogy mi történik, és odaszól a gyereknek, hogy ha megfulladsz, magadra vesd. Ez mennyire jól emlékszel! De hát hallod, ez hányban volt, amikor én megtartottam ezt az előadást, és te így emlékszel rá? Istenem, mikor nagyon volt? Régen rég volt. Az első kalocsai előadásod volt, sok évvel ezelőtt. Hát igen. Az még a Covid de előtt is jó sok évvel. A Covid előtt sok évvel, hogy a promóter gyerek ott ugrálgat, és a anyuka azt mondja, ha megfulladsz, magadra vesd. Igen, hát ez pontosan így történt, és akkor a gyerek lespriccolta az anyukáját vízzel, és akkor az anyuka mondja, hogy... lespriccolt ez a gyerek, imádom a fajtámat. Tehát, hogy még ezt is el tudja mondani. Jó Istenem! Tehát, hogy hihetetlen. De tök jó, egyébként szerintem baromi szórakoztató szituációkat szülnek, mikor ezek a nagyon-nagyon különböző embertípusok találkoznak, csak ez nem biztos, hogy nekik szórakoztató, ez szerintem tipikusan az a helyzet, amikor a külső szemlélőnek szórakoztató, de a belsőnek, ha már egyébként szó esett erről, amit mondtál, ez nem biztos, hogy a marha vicces, igaz? Igen. Igen, hát mondjuk attól függ, hogy ki a, mert a kontroller anyukának ez nagyon, hát nem is volt vicces, ez csak egy ilyen egyszerű tény megállapítás volt, és ennyit, tehát ő így kommunikál. Na és a supporter, hát a supporter ez a Teréz anyu. Uh-huh. Típusú felnőtt, meg gyerek is, hát például a kislánya még csoportjában van egy ilyen a kisfiú. Ő a fenntartó? Hát ő a fenntartó, igen, a supporter típus, igen, aki hát segédovó néni, meg ez az édesanyám mit segítsek, hogy most akkor diót törjek, és cukrot hozzak, és akkor mindig ott van, sőt, ez a kisfiú nagy csoportosként mindig bement a kisebbek, és megtörült a fenekünket. Senki nem mondta neki, hogy ezt kell csinálni. Ez az ő feladata. Ment, és akkor gondoskodott. Ugye általában ezek a fenntartó típusú gyerekek egy vegyes csoportban például nagyon-nagyon ráhangolódnak a kicsikre. Nagyon ott vannak, bevezetik, gondoskodnak róluk, megölelik, amikor sírnak, letörnik a könnyüket. Amúgy az én a kicsi lányom is ilyen fenntartó típus, tehát, hogy ahogy ő tud udvarolni. Tehát szerintem egy férfi sem mindig mondja, anya, és te vagy a világ legjobb anyukája. És akkor állandóan puszilgat, és fú, hát ő ilyen nagy-nagy, tehát hogy tényleg egy ilyen fenntartó típusna, de amúgy a nagy lányom, aki hozta csokikat az előbb, ő igen? Amúgy ez a promoter-kontroller kombináció, azt a jelenetet képzeld el, wow. Ez konkrétan megtörténik az oviba, hogy elcsent, hogy a promoter része, az, ez az állandóan, kössük meg a macskát, és akkor engedjük össze a kutyával, hogy akkor nézzük meg, mi történik, tehát mindig van valami ötlete. Ja, és akkor azt csinálta, mi baj lehet? Elcsent az óvónéninek az ollóját, és a derékig érő szőke haját levágta Mulán frizurára, tehát ilyen Kleopátra hajat nyílt magának, tehát ugye, ahogy tudta, és ez még a legkisebb gond volt, de hogy még vagy 4-5 kislányt megnyírt a csoportban, de hogy ilyen bretonokat, meg hajakat, és akkor adtuk haza a gyereket, meg a hajat is mellé, tudod, hogy ez a haj ehhez tartozik. Tehát, hogy hihetetlen. Meg ez a kontroller része, hogy ezt most ő akarja, és ezt most így csinálja, és hát ez tipikusan lehet látni rajta is, hogy a testi közelség mennyire más az egyes típusoknál, mert például a kontroller utálja a puszikat, tehát hogy ő se szereti, hogy ilyen vadidegen emberek fogják, öleljék, puszigatják, így letörli, hogy fúj, nyálos. Nem szereti, nem szereti Zsolna meg, hát ő folyamatosan mind a kicsi raktapaszállandóan rajtam van, ő kell ülejen, fogjon. Hát igen, a supporter gyerekeket, amúgy a fenntartókat rengeteget kell vakargatni, a haját, a kezét, a lábát, tehát a testi érintést nagyon-nagyon szeretik. Na de ezek a gyerekek, tehát hogy már nagyon-nagyon kicsi kortól lehet látni amúgy ezeket a sajátosságokat. És ez egyébként változik, vagy pedig ezt mondjuk, hogy gyerekkorunkban valahogy kialakul, és ahogy mondtad, kereszteződhetnek ezek, de hogy alapvetően így halunk meg, tehát ahogy ebbe így beleszocializálódunk, vagy pedig azért az élet ezt formálgatja, hogy éppen melyik típusba tartozunk, vagy ez tényleg a személyiségünknek egy ilyen veleszületett része. Van egyáltalán ilyen, Anna, vagy létezik ilyen? Hát vagy... ezek vérmérsékleti tipológiákon alapulnak, úgyhogy nem változtathatok meg, mert az idegrendszeri ingerlés meg gátlásnak a függvénye, tehát a főtípus nem, de úgy altípusában mindenki kell fejlődjön. Mert hát ugye, hogyha én promováló vagyok, és a promoválónak az időhöz való viszonya az, tudod, ez a plusz-minusz 10 perc, és nem számít, és ez még elmegy, és a hegy alatt abrakolás, meg stb., akkor bemennél a munkahelyedre, ahova mondjuk 8-ra kellene járjál, és azt mondanád a főnöknek, hogy kedves főnök, hát csak úgy 9:30 körül tudok beérni, mert tudod, én promóter vagyok, és na ennyi. Ja, hát hogy ne. Tehát, hogy ha nem fejlődsz, akkor meg nem tudsz ugye a szabályokhoz alkalmazkodni. Ugye az elemző rész ez a szabályok betartása, határok lehúzása, ez a kontrolláló érészünk, a gondoskodás, ami mindenképpen kell a gyerekneveléshez, ez a fenntartó rész. És ezeket mindenki ki kell alakítsa magába. Van, akinek zsigerileg
ösztönösen mennek dolgok az adott típusból kifolyólag, de hogy az összes többiben mindannyiunknak kell fejlődni, mert ami ugye domináns, az a főtípus, meg az altípus. És akkor ahhoz, hogy a másik kettőt is kifejlesztük, az egy gyakorlásnak a kérdése. Ugye mondtad te is, hogy na, akkor most már van határidő naplód, meg betervezel, meg vázlatokat írsz, meg stb. Igen, és hogy így hallgatlak, rájöttem, hogy mennyire a folyamat elején járok. Mert te melyik típusba kategorizáltad be magad? Na, ez egy későbbi kérdés, tehát ha már itt tartunk, akkor most megkérdezem, szerinted én melyik típus vagyok? Hát szerintem a promováló, tehát a promováló elemző kombináció vagy te. Mert hogy? Hát azért, mert a promováló rész, ugye ez a vágjunk bele és újdonság, és csináljunk podcastet, igaz, hogy nincs mikrofonunk, és igaz, hogy nincs stúdiónk, és igaz, hogy nincs semmi, de mit tudom én, mi lesz, majd csinálunk valamit. Tehát ez a... Mert most már van mikrofon. Igen, de hogy úgy kezdtünk neki, hogy akkor nem olyan volt, vagy hogy mondjam. A családtól kaptam karácsonyra, és akkor már kész volt két rész. Tehát, hogy a promováló az mindenbe beleugrik, mert egy elemző azt mondaná, hát ameddig tökéletes stúdió nincs, és ameddig támogató nincs, és ameddig ez nincs, és úgy nincs, és ezzel mi lesz, és akkor lesz-e időt, például elemzőként biztos kielemezted volna, de hát Anna, neked nem lesz időt podcasteket készíteni, hát hány ezer dologba belefogtál. A racionális én nem valahol ezt is mondta. Amúgy mondta, tényleg? Egyébként igen, csak amikor két hétig, mert akkor még két hét volt a karantén, amikor két hétig Covid-dal feküdtem otthon, akkor nem tudom, valahogy így ez így átkattan mennem. Tök érdekes egyébként, ha már erről szó esett. Képzeld el, Anna, hogy ugye mi tavaly nyáron vetetted ezt föl egy beszélgetésünk során egy magazinnak készült interjú, utána, hogy tök élvezted ezt a beszélgetést, nem lenne kedved valamit csinálni együtt, így hangzott az e-mailet körülbelül, de tényleg így, hogy ez a valamit egyszer csinálni, mert így jól éreztem magad a beszélgetésben. És amikor én otthon két hétig Covid-dal feküdtem, és tényleg nem voltam olyan túlfényesen, akkor egy csomó dolgon agyalgattam, és ugye az még ez tavaly ősszel volt, akkor még ugye nem ez volt, hogy ez a kicsit covidosak vagyunk, kicsit omikron, de már nem olyan komolyan, hanem akkor még az egy nagyon komoly félelmek voltak bennünk a Covid-dal kapcsolatban. És valahogy én azzal a tudattal, hogy most én ebben a betegségben szenvedek, papíron van róla, és két hetem van rá, hogy kijöjjek, és ugye nem mehettem ki a lakásból. Nem találkozhattam emberekkel, egy csomó mindenben, ami egyébként kitöltötte a napomat, le voltam redukálva. Gondolkodtam sok dologról. És azon gondolkodtam, hogy ha nekem írt egy e-mailt a Kádár Anna Mária, hogy dolgozunk együtt, hát akasztani való hülye vagyok, hogyha én nem mondom azt, hogy csináljuk, basszus, hát ez egy tök jó dolog. Én annak idején készültem pszichológiára fölvételizni, engem ezt érdekel, én ezt nagyon szeretem, meg egy tök elismert pszichológus, olvasom a gyereknek a meséit, hát megkérjük, hogy dolgozunk együtt, miért ne dolgozhatnánk együtt, kezdjünk bele. És valahogy ez szerintem abból fakad, hogy volt egyfajta, tudod, valahogy az a helyzet rádöbbentett arra, hogy basszus, mennyire nem is az a jó szó, hogy véges az élet, de hogy meg kell ragadni benne a lehetőséget, mert honnan tudod, hogy mikor kerülsz olyan helyzetbe, hogy egyszer csak rájössz, hogy nagyon korlátozott lettél, vagy ennyi volt, vagy nem tudod, hogy lesz-e még egyszer ilyen alkalmad, és akkor meg kell merni ragadni, pedig én egyébként sokkal beszaribb vagyok ennél. Na de ezért amit mondtál, ez az átgondolni, nem lesz idő, nem fog beleférni, új munkát vár, nem fogom én ezt tudni. Hogy ez csinálni. A kettő benned így váltakozik. A promováló meg az elemző, mert hogyha nem lenne elemző, akkor nem lennének jegyzeteid, meg ez a felkészülés, meg ez az előretervezés, tehát hogy nekem az teljesen szokatlan munkaritmus volt, ugye, hogy tudod, van ez az előgetés. Én szoktam erről beszélni, igen, hogy léteznek ilyen emberek. Hát én, aki egész életemben két perccel a határidő előtt lettem meg mindennel. Előgetni! Anna, vegyünk fel előre két rész, mert tudod, hogy nem tudom, mit ad nekem ilyenek. Igen. A legvadabb rémálmaimba se jutnak eszembe. Mert én nagyon erősen promóter vagyok, de persze én is nagyon sokat alakultam. Mert hát, ha nem, akkor elfelejteném a vizsgaidőpontokat, ZH-t íratni a diákokkal, beírni a jegyeket, leadni a jelentéseket, de hogy... Már nekem is van határidőnaplom, sőt, színesekkel kihúzom, ilyen terveket készítek, de ez az időben alakult ki. Tehát, hogy 46 évesen már csinálom, de hát sokáig nem. Na, erről szerettelek volna kérdezni, mert rólad viszont biztos voltam benne, hogy nagyon-nagyon erősen promóter vagy, és ahogy mondtad, hogy az embernek van egy másik ilyen erős ága, azt viszont nem tudtam volna mondani, hogy melyik az, amelyik rád inkább jellemző. De akkor azt mondtad, hogy promóter mellette is elemző lennél. Nem, tehát, hogy nekem az eredeti felállásom ez a promováló és fenntartó. Ez a segíteni, és mindenkinek segíteni. És akkor ott lenni, és semmire nemet nem mondani, mert hogy ez is kell, és az is kell, tehát hogy ez ugyanolyan erősen bennem volt, és talán most jutottam el odáig, nem véletlen, hogy ez a kontroller részem is nagyon megerősödött, tehát hogy ez a lehúzom a határaimat, nem engedem, hogy bántsanak, meg tudom mondani, ki tudom kérni magamnak, és ugyanúgy kialakítottam az elemző részemet is, hiszen tréningekre ugye ott kell legyenek a mappák, a
golyostól, akkor kelljek időbe, kell tudjam a programot a fejembe, át kell lássak dolgokat, össze kell kössek, de erre nekem tudatosan rá kell állni, és le kell ülni, hogy ez a fajta üzemmódot legyen a fejembe, és folyamatosan van egy ilyen félelmem, hogy ha most nem írtam fel, és elfelejtettem, mert egyszer tényleg volt egy olyan előadásom az óvodában, amit mit tudom én, hogy írtam fel, vagy hogy nem, még a legeslegelején 2012 vagy 3 körül, tehát emlékszem erre a jelenetre, hogy mosom a hajam, Pesten, azt hiszem, igen. És akkor cseng a telefonnak, hol vagy? Mondtam, hú, basszus kocs, hol kellene legyek? Szerencsére csak Ildre kellett menjek, és az ott van egy fél órára, de mi lett volna akkor, hogyha Sopronban lett volna az előadás, és én pont elfelejtem felírni, vagy mit tudom én. Hát jó, vizes hajjal Budapestért is azért egy etap. De egy órán belül a színpadon voltam, és megtartottam az előadást, és mindenki megvárt, de azóta, tehát én folyamatosan nézem, figyelem, de hát azért mindig van ilyen egy-két meglepetés, hogy jaj, tényleg megígértem azt az interjút annak a rádiónak, és jaj, akkor a magyar időt számoljam át román időre, jaj, és azt akkor pont elfelejtettem, és jó, szerencsére promóterként nagyon magas a rugalmas alkalmazkodó képességem. Mert hogy erről nem esetsz, hogy a promóter ebben is tök jó, tehát nem csak ez ebben a Hübele Balázs dolgokban nagyon jó a promóter, hanem... Hanem igen, ez a rugalmas alkalmazkodó képesség, az, hogy egyből tudok váltani, vagy amit mondtál egyszer, hogy ott voltam, és akkor a színpad előtt 2 perccel is felugrok a színpadra, és megtartom bárhonnan jövök. Tehát, hogy ez nekem egy... Hát ez jön zsigerileg. Ez a legutóbbi kalocsai előadás volt. Hogy kiszálltál az autóból, igen. Sziasztok, mi újság, nagy volt a dugó, a színháznak a hátsó ajtaja, ami gyakorlatilag igen. A színpadtól 5 méterre van kinyílt, aztán esetleg egy kávét kaphatok, tessék, itt van bekészítve 2 törpintés, oké, miről beszélünk? Példaképekről. Rendben, kezdtem. Mikrofon és már sétáltál is ki, és ez nagyjából ennyi volt, mint amit most elmondtam. Jó, persze, ez is gyakorlással alakult ez hogy ki, ne, mert a promoternek is ugyanolyan nehéz azért nagy közönség előtt beszélni, stb., de hogy utána egyből át tudok állni. Viszont ez az elemző üzemmód, amikor táblázatokat kell írni és tervezni, az a promoteresből, promoválóból ebbe jóval nehezebben állok át, meg hát most az egész határidő naplom végül is teljes mértékben ilyen áthúzás. Tehát, hogy szerintem, hogy én elemző lettem volna, akkor megbolondultam volna így ezekben a covidos években, mert más nem volt, hogy na, akkor megszerveztük, jön a nem tudom x-edik hullám, el kell halasztani, de akkor hova tegyük, de hát nem is tudjuk, hogy hova tegyük, akkor log a levegőbe 100 dolog, és akkor már nem tudtam, hogy akkor végül is, akkor most már hol maradtunk, vagy mivel? És folyamatosan ezt látom, hogy a teljes életünk most erről szól legalábbis, hogy vagy a tánc órákat változtatják meg, vagy a sulival van valami, ide mennek, vagy oda mennek, vagy átalakul, és hogyha ugye nem, tehát nincs benned ez az alkalmazkodó képesség, mert az elemző szereti előre látni. Januárban, hogy hova megy augusztusban nyaralni, hogy akkor merre fog nézni a szobája, stb. Neki ugye nehéz ez a komfortzónából való kilépés, de neki a villanyszámlái le vannak fűzve fél évre vissza, mi fél évre, 10 évre visszamenőleg az igazi elemzőknél. Meg neki félre van téve a tartalékpénze, hogyha még jön az x-edik hullám, és nem lesz munka, és mit tudom én. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ezeket a tulajdonságokat ne úgy lássuk, hogy jó vagy rossz, hanem mennyire jól ki tudjuk egészíteni egymást, mert hogyha elmegyünk kirándulni, mennyire jó, hogyha van egy elemző, akinél van tüskészlet, van vécepapír, aki megszámolt a sátornak a szegeit, aki az összes papírt végignézte, a promóter csak annyit, hogy menjünk, kell menni sátorozni, menjünk, lehet a sátor ott marad. Hát az, ami most Egyiptomban történt velem... Tudom, mint a legutóbbi kirándulás, ebbe egy elemző konkrétan agyérgörcsöt kapott volna, nem? Szerintem vagy nem tudom, gyomorfekélye újult volna ki, ami legutóbb veletek történt. Te meg így írtad, hogy most a telefonom lopták, de megoldottam. Hát sajnálom, hogy a képek nincsenek, meg már előkerültek a képek is, aztán következő, de most eltűnt a töltőm. Tehát, hogy így, a töltőm, de az útlevelem is, várjál. Ja, és az útleveled, igen. Azóta se került meg, de mindegy. Na hát igen, az hosszú mes, hogyha elmesélném, de minden esetre, tehát hogy pont ez a része a jó, hogyha egymáshoz tudunk kapcsolódni, és ugye csoportban, vagy akár családban, el is lehet veszekedni egy életet azon, hogy egyik csinálja rendet, a másik rendetlenít. Az egyik gyűjti a pénzt, a másik költi a pénzt. Az egyik időben ott van, a másik folyamatosan késik, mert ezek az alapkonfliktusok általában, ugye például ebben a promováló elemző kapcsolatban, a supporter kontrollerben pedig ez a megértés, ez a Teréz anyú, és a kontrolláló tudott, hogy most felmászunk a hegyre, és 3 órán keresztül másunk, pisi szünet nincs, kaja nincs, oda kell érni, nem morzsálunk az autóba, tudod, ez az üzemmód is. Hogy ebben mennyire érdekes, hogyha jól akarunk együtt élni, akkor egymáshoz kell formálódnunk, mert más út nincs.
Igen, ezen gondolkodtam, miközben beszéltünk ezekről, tehát elemző, fenntartó, promóter és kontrolláló, ugye ilyen típusukról beszélünk. Érdekes, hogy ők úgy működnek-e, mondjuk például párok esetében, mint a mágnes egyik pólus, másik pólus és vonzza egymást, vagy azonos pólus és taszítja egymást. Tehát például a te férjed, hogyha mondjuk egy ilyen alapvetően promóter típusú ember vagy, akkor a te férjed ugyanilyen típusú kell legyen, vagy pont, hogy ki kell, hogy egészítsen, és ettől működtök. Tehát ez a egymást kiegészítjük, vagy a két dudás egy csárdában esete az, ami ilyenkor mondjuk egy kapcsolatokban játszik. Tehát, hogy minden kombináció lényegében működőképes lehet, hogyha tudtok dolgozni rajta. Mert ugye nálunk például a konkrét esetben az én férjem elemző, kontrolláló típus, tehát, hogy teljesen az én ellentétem. És akkor meg azt mondhatnánk, hogy hát igen, az ellentétek vonzák egymást, és mi tényleg 21 néhány év alatt rengetegben fejlődtünk egymás mellé. De hogyha például veszünk egy olyan házaspárt, akik már 3 éve világkörüli úton vannak, és nem tudom, tekernek, és azt se tudják, hogy holnap miből élnek meg, na, hát ott két promováló összetalálkozott, és mennek a nagyvilágba. Ami nem nagyon működőképes, amit látok ugye párkapcsolatokban, családterapeutaként, hogy ez a két kontroller típus egy házasságban, ez a két dudás egy csárdában. Tehát, hogy általában válás lesz a vége. A két elemző, vagy a két fenntartó, hát ott is nagyon érdekes, mert ugye az elemzők azok ilyen nagyon tervezetten, szervezetten, nagyon erős rítusokkal, szertartásokkal élnek együtt. A supporter párokat például látjuk akár, nem rajtuk szoktunk csodálkozni, nézd, 90 évesek, és még mindig olyan szépen sétálnak az utcán, ugye kézen fogva, és akkor támogatják egymást. Jó, ritkán látunk két olyan embert, aki tényleg hasonló és egymáshoz kombinálódnak, de hogy ezek is léteznek. Meg aztán ugye a legnagyobb fejlődési lehetőség az mindig a gyerekek, mert hogy egyik biztos, hogy az ellentétünk, és akkor mondhatjuk, hogy na kire ütött ez a gyerek, és akkor térünk vissza a Ranzsburg idézethez, amikor ugye a tujafenyőből hamis ciprust akarunk nevelni, és ki akarjuk nevelni belőle azt, amilyen ő, és itt jönnek aztán az érdekes kérdések. Mert hogy nem csak a gyereknél, ez a felnőttnél is játszik, nem? Tehát alapvetően felnőttet is jó, nyilván másképp viseli egy felnőtt, hogyha valamilyen irányban úgymond terelgetik, mint a gyerek, de a gyereknél például, hogyha mondjuk fölismerem, hogy milyen típusú a gyermekem, és nehogy Isten, én tök más típus vagyok, akkor én automatikusan elkezdem úgymond megnyírbálni az ő szárnyait, még akár akaratomon kívül is, vagy pedig tudok magamnak egy ilyen stoppot, vagy ilyen vonalat húzni, hogy nem, ő a gyerek, és ő pont így jó, ebben erős, inkább erősítsük, hogy milyen másik úgymond személyiség típust tudunk még, vagy melyik típusnak a vonásait tudjuk még esetleg felszínre hozni. Hát, hogyha kontroller vagy, akkor biztosan nem, mert akkor azt mondod, hogy ez így kell legyen, mert a kontrolláló megmondja, hogy 6:05-re fenn kell lenni a hegyen, aztán bírod, nem bírod, az a te dolgod, majd, vagy ő megmondja neked, hogy te milyen vagy, vagy mi nem volt jó, aztán, hogyha nem bírod, akkor járj a pszichoterápiára 10 évig, és dolgozd fel, vagy csinálj, amit akarsz. Tehát a kontrolláló nem pont arról híres, hogy megérti, sőt, ugye ott, ahol kontrolláló szülő van a háttérben, nagyon sokszor a gyerek kialakít egy álszemélyiséget, mert hogy próbál megfelelni ezeknek az elvárásoknak, és akkor úgy mutatja, mintha nagyjából ugye a fenntartó meg az elemző gyerekek azok, akik jobban simulnak, idomulnak ezekben az elvárásrendszerekben, mert a promováló és a kontrolláló, ők a rebellis gyerekek, a lázadók, és azt is szoktam mondani, hogy nekik sokkal nehezebb a gyerekkoruk, mert hát nehezebb ugye a szülő perspektívájából, mert a promóter gyerek is állandóan felmászik, lemászik, veszélyes dolgok, innen ugrik, világgá akar menni, ez az ötlet, az az ötlet, semmi nem elég, a kontroller az meg kritizál, meg ő is ilyen buldozer típus, ha akar valamit, akkor ő azt úgy akarja, és neki nem mondja meg senki. És akkor persze, hogy náluk ugye az van, hogy egy ilyen mozgalmasabb gyerekkor, serdülőkor, ifjúkor, és utána szépen életközép válság körül lecsillapodnak, meg nagyjából belőlük lesznek azok a nagyapák, akik például kontrollálókból, akiket egy lány unyokai csak így az ujja köré csavar, mert ugye addig már megszelidült. Nagy a másik két típus, ugye a fenntartó, illetve az elemző, ők nagyon konformisták, tehát ők meg akarnak felelni minden elvárásnak, úgy viselkednek, ahogy ugye az a szokás, meg az a trend, tehát nagyon sokszor nem kapcsolódnak össze magukkal, mert hogy ugye az empátia például a fenntartóknál jóval magasabb, és akkor ilyenkor háttérbe szorítja magát, nem mond akkor sem nemet, amikor fáj a háta, és le kell cipelni a szomszédnak a bútorát, és náluk pont ez az életközépválság az, ami a tényleg egy ilyen lehetőséget arra, hogy na akkor most már eddig éltem másnak az életét, most már a sajátomat szeretném. Tehát, hogy náluk szokott lenni az a változás, hogy mondják, hogy eddig olyan áldott jó ember volt, hát most mi lett belőle, megbolondult, vagy most mit csinál, vagy miért kezdett el egy teljesen másik életutat, mert ő addig, ugye pontosan
ezt az utat fordítva járta be. Tehát, hogy ott telik be a pohár, különösen azoknál, akik ugye fenntartó és kontroller aljellemzőkkel rendelkeznek, mert a kezes bár ennyi egy ideig, de aztán, amikor elérted azt a pontot, ahol már eddig és ne tovább, akkor így nézik, hogy de hát ez az most mi, ez nem is te vagy, de ő csak addig bírta. Tehát, hogy ezek is érdekes kombinációk. Mondtál egy nagyon-nagyon érdekes dolgot a kontroller szülő gyermekéről, amire szerintem érdemes egy pillanatra visszakapcsolni. Azt mondtad, hogy ilyen szülők gyermekeinél nagyon gyakran kialakul egy úgynevezett, úgy fogalmaztál, hogy álszemélyiség? Igen, tehát amikor nem én vagy... Ez jó, sejtem, hogy ez valami rossz dolog? Hát az álszemélyiség, ugye, amikor én nem merem megmutatni magam, és felrakok egy ilyen maszkot, amúgy a személyiség az a persona szóból ered, ami maszkot jelent, és felrakok magamnak egy olyan maszkot, ami már nem én vagyok, hanem egy szerep, amit én el akarok játszani, mert meg akarok felelni, stb. Tehát, hogy nem azt az életet élem, ami az enyém, hanem mások elvárásai szerint akarok én alakulni, meg formálódni. Egy újabb sztori jutott eszembe, ezt még kérlek meséld el nekünk. Szintén az első előadás, szintén kalocsa, és a levendulás parfüm. Ja, igen, ez pontosabban a klasszikus. Levendulás parfümnek hit folyadékod vásárlása. Igen. Ugye a promóváló vásárol. Igen, na de ezt röviden, mert tényleg mindjárt elkések promóválóként. Igen. Na hát, az itt is van amúgy a hátam mögött a hálószobában, ez a pálinkás levendula parfüm, amire mondtam, hogy amikor megláttam a kirakatban, na én nélkül élni nem tudok, és a férjem mondja, de hát annyi parfümöm van otthon, tényleg egész parfüm kollekció, hogy nem hiányzik ez még nekünk, de mondtam, nekem kell, mert ilyen nincs. És akkor elképzeltem egy ilyen tökéletes lila pillanatot, lila függöny, lila abrosz, levendulás csésze, levendulás kávé, és majd ki fogom bontani, mert természetesen megvettük ezt a parfümet, és majd ráfújok egyet-egyet a csuklomra, és akkor egy tökéletes levendula illatú pillanat lesz ez az egész, és majdnem így is történt, mert hogy amikor ugye ráfújtam a csuklomra, akkor olyan büdös másnaposság illatom lett, hogy azt hittem, hogy nem tudom, megromlott ez a parfüm, vagy gondoltam, el kell szálljon a felső illacskén az alsó, de hogy jött, egyre büdösebb lettem. Tehát, hogy tényleg az abszolút büdösség. És akkor így félve elolvastam a másik oldalát, hogy vajon lejárt a szavatosság ide, nem, az is rendben volt. Olvasom tovább, pálinkás, levendula parfüm, húsokra, sültekre, bárányra. Hát igazából bevásároltam 8500 forintért egy szép kis étel parfümöt. Mindig mondtam, legalább jó lesz a bárányra, de hát már azóta hány év eltelt, és még soha nem jutott eszembe, hogy a bárányra ráfújjam. Tehát de nagyon szép a doboz. Fogadjuk, hogy a szavidejét sem néztél meg azóta, hogy még jó-e a szavideje. Fogadjunk. Nem. De nagyon szép a doboz, az dísznek tartom. Nagyon szép a doboz, nagyon szép az üveg, és akkor szoktuk röhögni. Na igen, Kádár Anna Mária és a pálinkás levendula parfüm, hát ez ilyen sztori. Hát ezt a sztorit nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk, és köszönöm szépen, hogy ismét itt voltunk, beszélgettünk erről a bizonyos kommunikációs tipológiának. Először nagyon-nagyon komolynak témáról, ami egy komoly téma is, de igazából van egyfajta játékosság ebben. Nekem nagyon-nagyon tetszett ez a négy típus, amit bemutattál. Van tényleg abban is egyfajta játékosság, hogy felfedezzük magunkban ezeket a típusokat, esetleg ezeknek a típusoknak a picike alternatíváit, ahogy mondtad, amik a fővonalak mellett ott vannak, mert hogy fontos, hogy ezeket fölismerjük, az is fontos, hogy másokban fölismerjük ezeket a típusokat, mert ahogy mondtad, hatékonyabban tudunk kommunikálni egymással, gyermekkel hatékonyabban tudunk kommunikálni, és boldogabban élhetünk, igaz? Igen, amit pontosan. Az adás végén pedig mindig elmondunk, hogy köszönjük szépen, hogyha Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en vagy RSS.com-on, ahol hallgatsz minket, visszajelzel, bekövetsz bennünket, megosztod az adást a social media csatornáinkon. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogyha esetleg visszajelzést írsz, témát javasolsz nekünk egy-egy adással kapcsolatban, és mint minden adásnak a végén, ennek az adásnak a végén is elmondjuk, hogy patreon.com/boldoganéltek, választhatok támogatási formát, a hallgathatnám még funkciójú támogatást választok, hosszabb, exkluzív anyagokkal bővített adást kapnak minden egyes epizódból, ami egyébként az összes többi platformon is elérhető. Mindent elmondtam, ugye, Anna? Igen, szerintem igen. S ha meg nem, akkor elmondjuk majd a következő részben, tudod. Elmondjuk a következőben, addig is éljünk boldogan, és köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Szia, Anna, sziasztok! Sziasztok!